Több beruházás is elkészült a felsővárosban, illetve jelenleg is számos fejlesztés zajlik. Habis László polgármester a város részben tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, összegszerűen kisebb munkák ezek, mégis megvan a jelentőségük. Kiemelte például a Kalomalom és az Olasz utca kereszteződésében a járdaszegélyek akadálymentesítését, amely egy 2,5 millió forintos munkát jelentett. Ez egy 80 négyzetméternyi járda felület átépítését, a szükséges közlekedés biztonsági kiegészítő beruházások megvalósítását jelenti, illetve azt, hogy a vakok és gyengénlátók átkerését segítő műszaki megoldás született. A polgármester hozzátette, tervezik egy játszótér megépítését a Malomárok utcában is, mintegy 7 millió forintból valósult meg a Rákóczi út 62-66 szám alatt lévő társasház melletti járda térkövezése, illetve az óvoda bejáró megújítása. Martonni Adler Ildikó alpolgármester, felsővárosi képviselő úgy fogalmazott, ritka az olyan lakótelep, mint ez, ahol ilyen sok a zöld felület. Hozzátette, az őszi fejlesztéseket követően már a jövő évre is van terv. A Kalomalom utca 2-től 60-ig terjedő tömbelsőkben nagyon rossz állapotú a járda, illetve egy nagyon kezdetleges technológiával épült betonlapokból, balesetveszélyes, történt is több baleset. Ezért a 2017-es költségvetésben mindenféleképpen szeretném bevitetni azt, hogy ezeknek a felújítása megtörténjen. Az alpolgármester elmondta, az Olasz utcai parkolóban kijavították a kátyúkat és frissítették az úzott köves részt, hogy a területet a téli időszakban is használni lehessen. Elhangzott, a jégpálya idén visszakerül a felsővárosba, ám nem az Olasz utca, hanem a sportpálya felől lehet majd megközelíteni.